Itt vagyok! Jól van. Jól van. Na, sziasztok! Egy kis rendhagyó héttel érkeztünk nektek, mégpedig nem került még bemutatásra sem önmagában a Nemzeti Lovas Kultúra Központ, sem maga a Simon Pusztai Egyesület céljai, elképzelései, hitvallása, de lényegében erről nem is kell annyit sokat beszélni, mert magáról a hitvallásról és az életérzésről szerintem árulkodik, hogy épp mit csinálok. Legeltetem az egyik pacinkat, Giannát. Nagyon kis barátságos, mint az összes többi lovunk a lovasiskolába, mert a Simon Puszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület az önmagában nem csak hagyományt szeretne teremteni, hanem esélyegyenlőséget megteremtve lovagoltatni is. Szoktunk táborokat is tartani minden évben, nagyon sokat. Most van azt hiszem az 5. vagy a 6. táborunk itt Simon Pusztán. Most is itt vannak a gyerkőcök, nem sokára őket is meglátogatjuk, meg a Nemzeti Lovas Kultúra Központnak már az összes lényegében bejáratott olyan helyszínét, amit már ismertek. Mint a diugrató versenyekből a nagy diugrató pályát, mint a rendezvényeinkről ismert rendezvényteret, a vágta pályát. Augusztus 29-én rendezzük meg a 2. érdi vágtát. És mindjárt megyünk a gyerkőcöket is megnézzük, mert a héten nem csak a központnak a nevezetességei, úgymond nevezetességei lesz bemutatva, hanem mondom, nagy hangsúlyt szeretnék most fektetni magára a gyerkőcökre is, hogy hogy tanulnak, miként tanulnak, és egyáltalán hogy lehet ide eljutni, és hogy lehet bekerülni magába az oktatásba, ami igazából nem túl nehéz, föl kell hívni egy telefonszámot. Azért beszélek én most mindenről, mindezekről, mert nem csak a Mindennapra Lovas Kultúrának a műsorvezetője vagyok, hanem itt Simon Pusztán, a Nemzeti Lovas Kultúra Központnak amúgy a kommunikációs és marketing igazgatója vagyok, így belelátok szerencsére a központnak a működésébe. És ezért tudok nektek erről majd olyan szinten beszélni, hogy az hivatalos is legyen. Szóval most egy kicsit paradox helyzetbe kerültem, saját magamat fogom megkérdezni, hogy hogy működik itt az élet, de próbálkozok nektek majd egy-két olyan újdonságot is bemutatni, amit még eddig a központról nem tudtatok, és nem is tudhattatok, mivel nem kommunikáltuk kifele. Lényegében szerintem ez egy olyan új dolog, amit mi itt próbálunk végbevinni, amit még Magyarországon nagyon nem szerettek volna. Tavaly év erről jeleskedik, és a tavalyi évi rendezvényi videókat is megnézve szerintem azt tudjátok mondani, hogy igen, ez egy olyan értékteremtő dolog, amit tovább kellene vinni, és tovább is szeretnénk vinni, csak ugye a pandémia miatt ez egy kicsit megállt ez a történet, nem miattunk, nem más miatt, hanem maga a koronavírus tett keresztbe azoknak a terveknek, hogy itt velünk együtt nézzetek színházi előadásokat, rendezvényeket, és olyan értékteremtő és hagyományteremtő rendezvényekre tudjatok jönni, amilyenen még talán nem voltatok még tavaly sem. Most itt Giannával legelészünk, de mint mondtam, megyünk, és meg fogjuk nézni a gyerkőcöket, ahogy táboroznak, sőt, meg fogjuk nézni őket, hogy voltizsálnak, és onnantól kezdve fogunk szépen haladni egyik helyről a másikra, és én nagyon szeretném a hetet azzal bezárni, hogy itt milyen jó a hangulat és milyen jó a légkör, és ezt úgy szeretném megoldani, és úgy szeretném nektek produkálni, hogy kicsit betekintünk az utolsó napban is az itt alvós gyerkőcöknek az életébe, mégpedig a legjobb részébe, hogyha én gyerek lennék, biztos, hogy nagyon élvezném, magába a tábortüzes sütögetésbe, hogy is van itt, és hogy is sütögetünk, és mégis milyen elfoglaltságaik vannak a gyerekeknek a héten, a mindennapokban, és hogyan próbáljuk őket arra ösztönözni, hogy
ne csak most kicsinek lovagoljanak, hanem ezt az egész lovaglást, hogy a magyar nemzet újra lovas nemzet lehessen, ezt az egészet végig tudják vinni egészen idős korukig, hogy ezt az újabb generációnak át tudjuk adni. Szóval tartsatok velünk, nagyon jó lesz. Sziasztok, megyünk tovább. Gyere, Gianna, gyere!